Sziasztok! Itt a Budapesti Mozgásszervi Magánrendelő második élő adása. És én dr. Maradcsik Bence Balázs vagyok, ortopéd szakorvos, és akik még nem ismernek, annak szeretnék röviden bemutatkozni és bemutatni a rendelőnket. A Budapesti Mozgásszervi Magánrendelő az egy praxis közösség, ahol főleg mozgásszervi problémákkal foglalkozunk. Ez a fő profilunk, ami nem csak ortopédia, traumatológiai, neurológiai, gyermek ortopédiai esetekkel foglalkozik, hanem többek között kézsebészeti, kézgyógyászati és kézbetegségekkel is. Az a küldetésünk, hogy mi kizárólag mozgásszervi betegségeket gyógyítsunk, és segítsünk visszanyerni embertársainknak a mozgásnak az örömét, a mozgásnak a szabadságát. Ebben a járványügyi helyzetben, ami kialakult itt Magyarországon is, és a világban is, körülbelül 4 hete, igyekeztünk alkalmazkodni azokhoz a kihívásokhoz, ami az egészségügyre nehezedik, és ahogy az állami egészségügyi ellátás beszűkült, és gyakorlatilag a fő fókusz átkerült a járványban érintett emberek ellátására, ezért nagyon sok olyan mozgásszervi probléma jelent meg nálunk a magán rendelőnkben, amit igyekszünk megoldani. Ezért kitaláltuk azt, és szeretnénk segíteni minden embertársunknak, hogy válaszolunk azokra a kérdésekre, amik ilyenkor felmerülnek. Tehát az orvos válaszol @bmm.hu e-mail címre. Továbbra is várjuk azokat a problémákat és megkereséseket, amelyekkel tudunk segíteni, és ez ingyenesen szakorvosaink válaszolnak mindenkinek a problémájára. Nagyon sokan segítettetek megosztani ezt a lehetőséget, és nagyon sok e-mail érkezett, amit az elmúlt hetekben már mondtam. Ebből szeretnék a mai napon nektek 2 esetet kiemelni, ami nagyon tanulságos, és gyakorlatilag ez azért jöhetett létre, mert elkezdtük ez a 2 esetnek a megoldása azért jöhetett létre, mert segítettetek ebben a dologban. Amit bevezettünk, és amit a Budapesti Mozgásszervi Magánrendelő tud, az, hogy mi nyitva vagyunk, és minden szakterületnek a szakorvosai rendelkezésre állnak, és igyekszünk ugyanúgy, mint eddig, 19 órán belül, tehát egy napon belül megoldani a problémákat. Hogy az első 2 részre osztottuk ezt a mai bejelentkezést. Az első részben szeretném nektek bemutatni ezt a 2 nagyon érdekes esetet, amivel találkoztunk. A másikban pedig szeretném bemutatni nektek egykori mesteremet, akitől én is a szakmát tanultam, dr. Szalontai Tibort, aki már itt van velem, és ő pedig kézsebész, kézgyógyász, és kérlek titeket, hogy bátran tegyétek fel kérdéseiteket, mindenféle kéz problémával, kézbetegséggel kapcsolatban. Úgyhogy nagy szeretettel várjuk a kérdéseket, és a főorvos úrral együtt, illetve főleg az ő szakterületével kapcsolatban kérdezzetek bátran, hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor pedig tegye föl. Igazából ennek az élőadásnak is az a célja, hogy minél több emberhez eljusson az a dolog, hogy lehet kérdezni, hogy van elérhető szakorvos, és hogy érthetően meg tudjuk válaszolni számotokra. Úgyhogy akkor én el is kezdeném azt a 2 esetetnek a bemutatását, amivel készültem számotokra. Az első esetben egy hölgy érkezett hozzánk, illetve az orvosválaszol@bmm.hu e-mail címre írt nekem egy e-mailt, hogy neki deréktáj vannak, és ez a deréktáj panaszai kisugároznak az alsó végtagba. Ilyenkor láthatatlanul is arra gondolunk, hogy a gerinc melletti idegek valahol nyomás alá kerülhettek. Múltkor mutattam nektek ezt a modellt, ahol azt látjuk, hogy a csigolyák közből kilépő idegszálak, azok hogyan tudnak nyomás alá kerülni. Az első gondolat az volt, hogy kímélet, pihentetés és egy kis gyógyszerszedés mellett el fognak múlni a panaszai, és azt tanácsoltam neki, hogyha nem múlik el,
akkor jöjjön el a rendelésünkre. A hölgy, aki egyébként tanárnő, és megváltoztak a munka körülményei, hiszen otthonról csinálja az oktatást, és hát gondoltuk azt, hogy megfájdulhatott attól is, hogy eddig álló munkát végzett, és most hirtelen ülő munkát kezdett végezni. Azonban a vizsgálat során gyanússá vált, hogy nem tipikusak azok a tünetek, amik jellemzőek egy porckorong általi ideg nyomásra, és ezért elküldtem egy MRI vizsgálatra. Az MRI vizsgálat az egy mágneses rezonancia vizsgálat, ami nagyon részletesen milliméterről milliméterre feltérképezi a gerincnek azt a régióját, ahonnan kiindulnak ezek az idegszálak. És az MRI vizsgálat, mondtam, hogy kezdje el mellett, az MRI vizsgálat mellett az online gyógytornánkat, be is jelentkezett gyógytornászunkhoz is, de akkor már elkészült az MRI. És a gyógytornászunk hívott föl, hogy ő elolvasta az MRI-nek az eredményét, és bizonyot lát valami olyan dolgot, ami azt a döntést hozta, hogy nem végzi el a gyógytornát. És bizony, amikor megkaptam az MRI vizsgálatnak az eredményét, akkor látható volt, hogy nem egy szokványos problémáról van szó, hanem bizony felfedeztünk egy olyan elváltozást, egy tumoros betegséget, ami az ő kilépő ideggyökeit nyomta. Tehát egy olyan elváltozást fedeztünk föl, amit ha nem veszünk komolyan, hogyha elbagatelizáljuk a problémát, akkor bizony súlyos következmény is lehettek volna. A hölgyet a következő héten már idegsebésze fogja megoperálni, és gyakorlatilag így a gyógyulás útjára tudott lépni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek, és a hölgy nevében is köszönöm nektek azt, hogy megosztottátok, és hogy a hölgy vette a bátorságot, és felvette velünk a kapcsolatot, hiszen a tünetei nem jelezték azt, hogy itt valamilyen nagyon komoly betegség áll a hátterében ennek a panasznak, úgyhogy nagyon fontos az, amit ti is csináltok. És hogy azt, hogy segítettek eljutatni az embereknek azt az információt, hogy van elérhető szakorvos, és hogy időben fedezzük fel a betegségeket. Úgyhogy köszönöm nektek most is, és biztatlak arra, hogy osszátok meg újból és újból ezt az e-mail címet, és fogunk is erre továbbiakban is figyelmet fordítani. Közben már érkezett is Szalontai doktor úrhoz kérdés, egy csukló panasszal kapcsolatban, de engedd meg, főorvos úr, hogy a másik eset után kezdjük el majd a késsebészeti problémákat, de arra bátorítok titeket, akik hallgattok, hogy kérdezzetek a főorvos úrtól, és minden kérdésre fogunk válaszolni, tehát kéz problémával, kézbetegséggel kapcsolatban várjuk a kérdéseket. A másik eset, amit szerettem volna veletek megosztani, ez meg egy fiatal emberről szól, aki két héttel ezelőtt elesett a fürdőszobában, és egy válficamot szenvedett. Ő akkor elment a sürgősségi osztályra, traumatológiára, és a vállizületi ficamát azt helyretették, ellátták, tökéletesen ellátták, azonban kialakult a ficammal kapcsolatban egy szövődmény, ami egy nagyon, de nem sűrűn, de ritkán kialakuló, de egy vállöv körüli a kar ideg fonat, tehát egy ideg sérülést is elszenvedett, tehát valószínűleg a ficam következtében megnyúlt, megvongálódott az az ideg fonat, az az ideg köteg, ami ellátja a felső végtagot, és kialakult neki egy nagyon komoly, az egész végtagot érintő bénulás. És teljesen tanástalanul írt nekem az orvos válaszol kukac.bmn.hu e-mail címre, hogy vajon most mit tegyen, mert egyszer nem fogadják a szakrendelők, nem tudja elkezdeni a fizikoterápiát, hiszen ilyenkor, amikor kialakul egy ideg fonat, sérülés, vongálódás, és nem működik a motorika, akkor bizony el kell kezdeni azonnal tornáztatni, és az ideg és az izom állományát pedig arra késztetni, hogy az működjön. Ezért van egy speciális kezelése, egy elektromos ingerrel az izmokat összehúzásra késztetjük. És ezt az elektroterápiát, ezt nem tudta sehol elindítani.
Úgyhogy tegnapi napon eljött hozzánk, és gyakorlatilag azonnal elkezdtük a kezelését, és egy órán át keresztül az összes felső végtag izomcsoportját szükséges volt ingerelni. Elláttuk egy olyan készülékkel, amit ő saját maga otthon is meg tudja tenni ezt az ideg izom ingerlést. Úgyhogy tényleg látjuk azokat a problémákat, tehát ez a második esetben is azt a problémát látjuk, hogy bizony vannak olyan esetek, amiket, hogyha időben elérnek hozzánk, akkor bizony nagyon komolyan tudunk ezeken segíteni, és nem kerülhet bele olyan szituációban, mint később már akár életre szóló, vagy irreverzibilis, azaz visszafordíthatatlan folyamat alakul ki. Ezt szerettem volna én nektek elmondani, de bátran írjátok a kérdéseket, úgyhogy első kérdést akkor én föl is tenném a főorvos úrhoz, illetve főorvos úr, én azt szeretném tőled kérni, hogy akik még nem ismernek, egy röviden kérlek, hogy mutatkozz be, mondd el, hogy pontosan mivel foglalkozol, eddig mivel foglalkoztál. Elárulhatom a nézőknek, hogy mi 20 éve ismerjük egymást, pont reggel számogattam ki, és szinte sokat együtt dolgoztunk, több-kevesebb ideig külön, de most ismét együtt. Úgyhogy ismerjétek meg Szalontai Tibor főorvos urat, aki késebész kézgyógyász, és akkor én pedig majd felolvasom neked azokat a kérdéseket, amit a pacienseink most menet közben föltettek. És kérlek, arról is számolj be a bemutatkozás után, hogy te hogy látod itt az elmúlt hetekben, hogyan változott, és milyen problémákkal keresnek meg téged a pacienseink. Szerbusztok! Szeretettel köszöntök mindenkit! Dr. Szalontai Tibor vagyok, 60 éves, 30 évig dolgoztam a Honvéd Kórházba. Itt dolgoztunk mi együtt Moravcsik főorvos úrral annak idején. Megtisztelő, hogy engem mesterének hív, hát ezt én túlzásnak tartom, de megtisztelő a dolog. Amit én látok itt a utóbbi pár hétben, nagyon megszaporodott a eset számunk, ugye az állami egészségügyi ellátás a COVID-fertőzöttekre koncentrál érthető módon, sajnos ilyen szempontból nekünk most több betegünk van, többet dolgozunk, mind személyesen élőben, mind pedig a online felületen, online rendelés is értelemszerűen működik. Amit én most ki szeretnék emelni, hogy nagyon figyeljetek, rengeteg ember kényszerült most home office-ra. Otthon dolgozik, számítógépen, de nem a megszokott munkaállomásán, nem az irodájában, ahol a szék beállítása, az asztalmagasság, a megvilágítás, a klaviatúra jó magasságban volt, hanem esetleg a konyhaasztalnál, ebédlőpulton, fotelbe ücsörögve, kanapéra dőlve. Rengeteg ember jött be felső végtagi panaszokkal, amiknek a hátterében egyértelműen testtartási hiba van, illetve ülésmagasság beállítási hiba. Erre kérlek figyeljetek, hogy alakítsátok ki ezt a home office-os munkapultot hasonlóvá, mint ami a munkahelyeteken volt. Most sajnos nem csak a állami, hanem a magánegészségügyben is a műtéti ellátási lehetőség az igen-igen beszűkült. De szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy nem csak műtéttel lehet kezelni a kézbetegségeket. Lehet kezelni fizikoterápiás módszerrel, gyógyszerrel, helyi csökkentőkkel, illetve esetleg bizonyos injekciós kezelések is vannak. Gondolok itt az alagút szindrómára, pattanó újra, különböző ínhüvelygyulladásokra, könyökbántalmakra, teniszkönyök például, golfkönyök például. Nem kell mindent azonnal operálni. Úgyhogy van lehetőség úgynevezett konzervatív sebészeti módszerekre is. Most őszintén szólva ilyen betegeket várnánk, mert a magánműtők is sajnos kapacitás szűkébe kerültek. Na, főorvos, az első kérdés Krisztinától, hogy neki december óta panaszos mindkét csuklója, és használt 4 hétig csima csuklószorítót, flektoros kezelést, ultrahangot, illetve ezek a kezelései elmaradtak, és úgy érzi, hogy a fájdalomcsillapító és a krémek használaták az most nem elegendőek, hogy mit tudna tenni a továbbiakban, milyen konzervatív terápiák lennének hasznosak számára. A
konzervatív terápiák közül a éjszakai sinezést javaslom, meglepően sokat mozgatjuk éjszaka álmunkban a kezünket, tehát esetleg a csukló rögzítőt ne csak nappal viselje, hanem még éjjel is. A kenőcsökkel kapcsolatban azt javaslom, hogy 4 óránként ismételje meg a gyulláscsökkentő kenőcs használatát, elviszi a vérkeringésünk onnan a hatóanyagot, hajhagymáktól kezdve a lábujjkör, amíg van egy kis hatóanyag, de már hatásos dózisban. Hogy ne kelljen éjszaka kenegetni, ezért éjszakára gyulladáscsökkentő tapasz használatát javaslom. Flektor tapasz, Voltaren tapasz, egyéb más tapasz, az 12 órán keresztül engedi ki a hatóanyagot, tehát nem kell kenegetni. Nappal nem praktikus, mert ugye elmegyünk a toaletre, akkor utána kézmosás, akkor le kéne venni a tapaszt, akkor már nem ragad vissza, összegyűrődik, tehát nappal 4 óránként kenőcs, éjszaka pedig a tapasz használata. Otthon fizikoterápiás kezelést elég nehéz adni, de előbb ugye a igazgató úr mondta, hogy elláttunk egy páciást olyan készülékkel, amivel tud otthon saját magát kezelni. Hát nem tudunk minden beteget ellátni ilyen készülékkel, de otthoni fizikoterápiára kiválóan alkalmas az úgynevezett TENS nevű készülék. TENS. Angol betűszó, transzkután elektromos nerv, mint ideg stimulátor. Ez az egyik funkciója. Valahogy el kellett nevezni a készüléket, a sok funkció közül a egyik funkciójából elnevezték, de nem csak ideges tud stimulálni a készülék, hanem fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő kezelésre is alkalmas. Az ára viszonylag baráti, 20 ezer forint körüli összegből beszerezhető, és a dobozkájában lévő leírás alapján a páciens hihetetlen könnyedén beállítja magának a kezelés erősségét, intenzitását, idejét, illetve kiválasztja a módot, hogy melyik típusú kezelést akarja, a gyulladáscsökkentőt, vagy a idegstimulálót, vagy a harmadikat. Ezt tudnám most gyorsan mondani. Következő kérdés, hogy e-mailben érkezett, egy 55 éves hölgy kérdezi, hogy ki elmaradt az alagút szindróma miatti műtétje, hogy mit tudna tenni, hogy az új zsibbadásait mérsékelje, mert nagyon szenved tőle, hogy erre milyen egyéb konzervatív terápiák vannak, illetve hogy mit tehet annak érdekében, hogy ha már lehet majd műteni, akkor mit tudna tenni ennek érdekében, hogy felkészüljön a műtétre. Éjszakai sinezés nyújtott csuklóhelyzetben ilyen csuklórögzítőt szerezzen be a páciens, B-vitamint, milgammát vagy benfogammát szedjen, 3x1 tablettát minden nap, ez egy idegregeneráló vitamin, illetve, hogyha megjelenik a rendelésünkön, akkor a alagút területére tudok beadni gyulladáscsökkentő fájdalomcsillapító injekciót, ebből 2-3, esetleg 4 injekciót rendszerességgel, majdnem biztos vagyok benne, hogy több hónapig el tudom ezzel húzni a betegséget, és ha nem is teljesen tünetmentessé, de jelentősen tudom csökkenteni a panaszokat. És amikor műtétre kerül, hogy tudna felkészülni a műtétre. Hát úgy, hogy a karban tartja a kezét, bizonyos kéz gyógytornákat végez, amit a gyógytornászunk szívesen betanít neki akár online, hogy addig is, amíg a műtétre kerül a sor, az izmok a sorba jönnek le. Mert ugye a alagút betegségnek a egyik tünete a zsibbadás, másik tünete a kézizmoknak a sorvadása. Azt szeretném kérdezni ebben a kapcsolatban, főorvos úr, hogy injekciós kezelés ilyenkor szóba jönne? Injekciós kezelést előbb említettem, igen, alagút területére beadni injekciót 1, 2 vagy 3 alkalommal, heti rendszerességgel, és nagyon-nagyon sokat tudok használni ilyen injekciókkal. Akár a műtét is elkerülhető ezzel? Van olyan beteg, persze, ugye hát megjósolni nem tudom, hogy kinek tudom elkerülni az operációját, segíteni szinte biztos, hogy mindenkin fog, és van olyan, aki teljesen meggyógyul ettől a kezeléstől, és nem kell később operálni. Az orvosválaszol@bmn.hu e-mail címre jött Miklóstól egy kérés, hogy neki kivizsgálták és teniszkönyököt állapítottak meg, ahol injekciókat kapott. Ez átmenetileg, illetve ez nem segített neki,
ezután lézerkezelést, majd fizikoterápiás kezelést kapott, aztán utána jött a járvány, és ez abban maradtak. És lökéshullám terápiás kezelést kezdett alkalmazni, de a harmadik kezelésen túl van, de még ez nem segített rajta. Várható-e, hogy az ötödik kezelés után javulhat-e, vagy milyen más gyulladás lehet-e máshol a szervezetében? A lökéshullám kezelés a egyik legjobb kezelés a teniszkönyök betegségre. Ugyanakkor meg kell adni a teniszkönyöknek, hogy úgy mondjam, mindent. Tehát javasolnék egy pár dolgot még. Feltehetően van a páciensnek teniszkönyök bandázsa, teniszkönyök szorítója. Egy ilyen speciális könyök rögzítő, szorító pontosabban, ami a feszítő izmok eredését tehermentesíti. Hordani kell, jó? Éjszaka ezt nem, kivételesen, csak nappal, de bármilyen, a legapróbb fizikai munkát is végzi a páciens hordoniét. Decathlonból lehet rendelni úgynevezett kézi masszírozó roll-ont. Kézi masszírozó roll-on. 2-3 ezer forint körül van, egy fogantyúja van, benne egy görgős kis labda, amivel lehet masszírozni saját magának, a páciensnek saját magának a teniszkönyökét. Interneten megtalálhatja, hogyha rákeres olyan kereső szavakkal, hogy teniszkönyök nyújtó gyakorlatok, stretching exercises angolul, és már tud nyújtást végezni. A teniszkönyök betegségnek a lényege ugye az, hogy a feszítő izmok eredése gyullad be, illetve a feszítő izmok nevezzük népésen úgy, hogy görcsbe rándulnak. Most ezt a görcsöt lehet kimasszírozni. A legjobb persze egy élő masszőrrel egy masszást kapni, de ugye ez most a járvány idején esetleg nehézkes, de ez a kézi masszírozóról on rengeteget segít. Következő, hát nem tudom, hogy a páciens kapott-e szájon keresztül fájdalomcsillapító, doldáscsökkentő gyógyszereket, de hát én szoktam mindig ezt is értelemszerűen felírni. A helyi doldáscsökkentő kenőcs, illetve tapaszt mellé még. Uh-huh. Magyarán szóval több helyről kell megtámadni a teniszkönyököt. A következő, a valóban egy hihetetlen jó kezelési mód, a lokális szteroid injekció szúrása, ez a páciensnek nem segített, de itt nem vagyok abban biztos, hogy esetleg nem másfajta injekciós kezelést kapott, mert ugye szóba jön még a gunakezelés, illetve semmi hatóanyag, orvosi kollagén a hatóanyag, ami benne van. Ezek mind alternatív járható utak. Sajnos nem mindig mindenkinek segít az, amit a orvos gondol. Néha az utak között cserélni kell, és át kell térni egy másik kezelési módra. Két kérdés lenne még. Az egyik páciensünk kérdés, és kérlek írjatok, mert Főorvosúrral még egy ilyen 10-15 percig vagyunk, úgyhogy ha bárkinek kérdés van, bátran tegye föl. Itt van egy autószerelő úr, aki László, aki mostanában megerőltette a kezét, és van egy ilyen éles pattanást érez a mutató ujján, tehát nem tudja néha behajlítani, néha meg tudja kinyújtani az ujját, hogy ezzel mit tudna tenni, mert rettenetesen zavarja őt a munkájában. Igen, hát a nagy valószínűséggel a páciensnek pattanó ujja van. Ez azt jelenti, hogy az ínon kialakul egy kis gyulladás, egy kis bütyök. Ez a bütyök beakad az ínhüvely szájadékba, és amikor mégiscsak áthalad a kis bütyök az ínhüvely szájadékon, akkor van ez a pattanó jelenség. Itt a injekciós kezelésen kívül, amit meg tudunk adni, ebből is 2-3 alkalom kell heti rendszerességgel, a műtét segít sajnos, tehát konzervatív fizikoterápia, meg lehet próbálni ultrahangos kezeléssel elmulasztani ezt a kis csomócskát, de nem nagyon fűzök hozzá el sok reményt, illetve ha már bejön a rendelőnkbe, akkor inkább megszúrom egy kis Viprofosz nevű injekcióval, és elmulasztom a gyulladását. Na, Julianna írja, hogy de jó látni ön, dandár tábornok úr. Nagyon szépen köszönöm, de igazából soha nem voltam dandár tábornok a Honvéd Kórházban, csak szerettem volna lenni. A lezredesként jöttem el onnan tavaly. Jó, köszönjük Juliannának.
Na és még egy kérdés lenne, amit itt a Ferosul felvezettél, hogy bizony az otthoni munka az ergonomikus, az otthoni környezet kialakításáért. Tehát mit tudnánk javasolni, mit tudnánk ajánlani azoknak, akik most tényleg otthoni munkára kényszerültek, és hogy hogyan tudnák ők megelőzni azt, hogy ne alakuljanak ki kéz problémáik, alkari gyulladásaik, vagy inhüvelygyulladás, vagy akár váll, könyök csuklótai panaszai. Milyen eszközöket esetleg, vagy milyen gyakorlatokat javasolnál nekik, mik lehetnének azok a módszerek, amiket ők bevethetnének, hogy megelőzzék a problémák kialakulását? A ülésmagasság megválasztás először is a széken. Derékszögben legyen a térd, derékszögben legyen a törzs és a comb a találkozása. Leengedett váll, nem ilyen felhúzott vállal puposkodni a konyhapultnál, a klaviatúrán. Leengedett váll, ha csak lehet a könyök is derékszögbe, vagy ahhoz közeli helyzetbe legyen. Az íróasztal magasság úgy, hogy a derékszögű helyzetű könyök mellett elérjük a klaviatúrát. Próbáljunk meg a klaviatúra elé venni szilikonos alkat támasz csíkot. Ez egy klaviatúra hossznyi és ilyen puha zselés szilikonnal kitömött alkartámasz. Figyeljünk a egérpadra, hogy a egérpadon is, ha csak lehet, legyen egy szilikonos pufflancs, amire a csuklónkat letámasszuk. A következő, hogy ha elkezdődött már valamilyen betegségünk, inhüvelygyulladás például, akkor próbáljunk áttérni az úgynevezett vertikális egérre, ami egy érdekes, nagyon-nagyon szokatlan lesz kezelni, de nagyon pihenteti az ember kezét, alkarját, ugyanis a normál egér mellett, úgynevezett horizontális egér mellett, az alkar csontjaink, illetve az alkar izmok kereszteződve vannak. A vertikális egér mellett, amikor az alkarunk ugye így tartja az egeret, illetve a kezünk, akkor a két alkar csont, illetve az alkar izmok egymással párhuzamosan futnak. Sokkal kevésbé alakulnak ki a betegségeink, akár alagút betegség, akár az inhüvelygyulladás különböző formái. Nagyon szépen köszönjük. Az ergonómiával kapcsolatban nekünk van egy, összeállítottunk egy videó sorozatot, hogy Mona, szeretném megkérni az asszisztensnőmet, hogy tegye be ide linkbe, hogy elérhető legyen a hallgatóink számára, hogy valóban itt beszélünk erről a vertikális egérről, a szék, az asztal beállításokról, tehát hogy mi lehet az az ergonómiai beállítás, ami a mozgásszerveket védi azért, hogy ne is alakuljanak ki problémák. Jött még egy kérdés Lászlótól, ő a diklak kenőcs használatáról kérdez. Ő általában egy babszem nagyságú tesz a készfejére, és azt elkeni rajta, de azt írja, hogy mindig rászárad a kezemre. Ezt lemoshatom, vagy ez is a hatóanyag, ez is hatékony hatóanyag. Jó, hát nem mossa le azonnal, hogyha bekent a diklat kenőcsel, ugye kell egy felszívódási idő, hogy mire az bemegy ugye a bőrünk alá, és eljut a beteg területre. Valóban kellemetlen, de inkább esetleg térjen át más kenőcsre. De nem mosogatjuk ezt gyakran jó, csak amikor feltétlenül szükséges, mondjuk a mosdó használat után. Ugye előbb mondtam, a 4 óránként be kell kenni. Nem azt jelenti, hogy gyakrabban nem lehet, csak nem kell lemosni ezt, jól nem mossa le. Talán egy tippet tudnék adni, léteznek olyan gyógyszeres tapaszok, amik át van itatva a hatóanyaggal, ilyen lehet akár ugyanilyen hatóanyagú flektor tapasz, amit esetleg rárögzítve a kézre, akár 12 órát fönn tud lenni a kézen, és ez is tud esetleg segíteni. Jött egy újabb kérdés Mariantól, ez nem kéz problémával kapcsolatos, de főorvos úr, azt gondolom az eltölt idő, amit eltöltöttél a Honvéd traumatológiáján, erre szerintem meg tud adni a választ. 2 hete eltört a szemérem csontom és a kereszt csontom. Gyógytornás segít a felépülésben. Esetleg ön el tudna látni jó tanáccsal? 2 hetes szemérem csont és kereszt csont törés a kérdés. Értem. Remélhetőleg olyan típusú a törése, hogy járókerettel vagy pedig mankóval tud közlekedni, és nem kell árnyugalomba lenni. Sajnos olyan típusú törések is lehetnek. Összességében megvigasztalom, a harmadán már túl van, nagyjából 6 hét, mire ezek a
területen lévő csontok összefognak olyan szilárdsággal, hogy elmúlik a fájdalma. Próbáljon meg minél többet a fájdalom ellenére mocorogni, mert az egyrészt segíti a gyógyulást, másrészt segíti az izmok aktivitásának megőrzését, megelőzi az esetleges véravadási szövődményeket, gondolok itt a trombózisra, nagy valószínűséggel kell valamilyen véravadásgátlót is kapni a páciensnek. Javulást kívánok neki! Jó, kérlek, tegyétek fel a kérdéseket, mert pár perc múlva befejezzük az élő adást. Főorvos úrhoz tegyétek fel a kérdéseket. Én néhány szolgálati közleményt a következő bejelentkezéssel kapcsolatban szeretnék akkor megtenni. Tehát nagyon szépen köszönjük az eddigi figyelmeteket és a feltett kérdéseket, és továbbra is várjuk a jelentkezéseteket, hogyha van olyan ismerősötök, akiknek valamilyen problémája van, számára nehezen elérhető szakorvos, akkor bátran írjanak az orvosválaszol@bmn.hu e-mail címre. Akik műtét előtt vannak, azoknak továbbra is fennáll a felkészítő tornánk, azaz, hogy akiknek elmaradt a műtétjük, annak felajánlotta a BMM, hogy egy alkalommal gyógytornász ingyenesen tart nekik gyakorlatokat, hogy ne sorvadjanak le az izmok, és a műtétre már egy jó izomzattal tudjanak felkészülni. Úgyhogy szeretnénk ebben is segíteni. Akik pedig műtét után vannak, és valamiért elmaradt a rehabilitációjuk, azoknak is szeretnénk felajánlani ugyanezt a lehetőséget. Kérlek, Mona, hogy oszd meg ezt a linket is, ahol tudnak jelentkezni, és osszátok tovább. Tehát akit ismertek olyanokat, akiknek szükségük van gyógytornára, de nem elérhető számukra a rehabilitáció vagy a gyógytorna, akkor küldjétek tovább ezt a linket. Nagyon fontos, hogy továbbra sem mozduljunk ki, a járvány az zajlik, és a járvány még nem tetőzött, tehát maradjatok otthon. Lehetőséget biztosítunk a továbbra is az online konzultációra, mind orvosi, mind pedig fizioterápia tekintetében. Akinek tűrhetetlen fájdalma van, természetesen be tud jelentkezni rendelőnkben, főorvos úr is rendel, szinte minden szakterületen itt vagyunk, várunk titeket abban az esetben, de csak abban az esetben, hogyha nem tudjuk ezt másképp megoldani, akkor gyertek el személyesen. Főorvos úr, szeretnél-e még esetleg valamit mondani hallgatóinknak, esetleg? Mindenkinek türelmet kívánok és jó egészséget, próbálják megőrizni a fizikális és szellemi aktivitásukat, illetve állapotukat, rendszeresen sportoljanak otthon, a legkisebb mozgás is több, mint a semmi. Én ezt szeretném mondani. Nagyon szépen köszönjük neked, hogy itt voltál, és hogy segítettél ebben az új formában is megosztani az információt a pácienseinkkel. Jövő héten, tehát pénteken, minden pénteken 12 órakor Facebook live adás lesz, jövünk az újabb és újabb történetekkel, problémákkal, osszátok meg ismerőseitek között, és jövő héten dr. Gáspár Szabolcs ortopéd sebész főorvosát hívtam. Lehet, hogy korábban fog bejelentkezni, ugye mai nap egy műtét volt, és ezért nem tudott eljönni, de jövő héten akkor ugyanebben az időben várunk titeket. Vigyázzatok magatokra, vigyázzunk egymásra, és minden jót kívánok, és szép, csodálatos, szép hétvégét kívánok mindenkinek. Szervusztok! Viszontlátásra, sziasztok!